Üdvözlök mindenkit! Amikor a Gábor megkeresett a konferencia ötlettel, mondom, mit válaszol egy tengerész őrült? Hát mondom, repülőgép hordozó sztori lesz az egész biztos, de elég ilyes strófra járt az agyunk. Ugye a Gábornak is, a Kislacinak is, úgyhogy így bíztam benne, hogy erre nem mondom, biztos úgyis Amerika-Japán, mert ott sok hajó volt, meg nagy csaták, ehhez képest a földközi tenger az egy kicsit olyan kevésbé lényeges, vagy hát nem olyan látványos, tehát ott ritkán volt több 2-3 hajónál, és hát ugye a brit hajókon a repülőgép állomány az ilyen pár tucat volt, nem pedig 80-90, mint akár a japán, akár az amerikai hajókon. Viszont ugye ezt a hadműveletet, ugye az Operation Judgment-et, vagyis az igazságtétel műveletet, ezt azért választottam, mert ez volt az első olyan eset, amikor a repülőgép hordozóról felszállt gépek éjszaka egy kikötőt megtámadtak. Ugye a Royal Navy számos szempontból le volt maradva, különösen a japánokhoz és az amerikaiakhoz képest. Tehát ugye ezek a swordfishok, azaz a karthalak, hát ezeket azért úgy, amikor megtámadták a Bismarckot, a Bismarck légvédelme azért nem tudta őket normálisan lőni, mert annyira lassúak voltak, hogy a német lőelemképzők ilyen lassú gépre már nem voltak kalibrálva, tehát a németek nem gondolták, hogy vannak még ilyen ásatagósdi gépek hadrendben, hogy akkor bolond biztosak voltak, és ami nagyon fontos, a lassú repülési sebességüknek köszönhetően éjszaka is tudtak üzemelni, szemben, hogy az amerikaiak például 43-44-ben kezdenek éjszakai üzemre is repülőgép hordozókat kialakítani. Úgyhogy gyakorlatilag számos szempontból esett erre a választás. Ugorjunk is bele, mert az időkeret eléggé kötött. Ugye a földközi tenger nem úgy nézett ki, hogy hadszíntér lesz. Ugye Mussolini taktikusan kivárt, tehát bár ugye katonai szövetségese volt a náci Németországnak, a fasiszta Olaszország nem lép be a háborúba, egészen addig, amíg úgy nem hiszik, hogy már akkor innentől kezdve biztos, hogy nyernek, ugye ez az a pillanat, ahol összeomlik Franciaország. Tehát nagyjából ugye, ahogy a német páncélos ékek megállíthatatlanul dübörögnek előre, Olaszország hősiesen hadat üzen, és ezzel megnyitják gyakorlatilag a földközi tengeri hadszínteret is, sőt, az afrikai hadszínteret, mert igazából a földközi tengeri hadszíntérnek a jelentőségét Afrika adta. Ugye itt nagyjából látjuk, hogy ki mit birtokol, ugye Franciaország még egy ideig, ugye a Nagy-Britannia szövetségese, de hát ezt ugye a Marseille-Quebec-i kikötő ellen intézett támadás, azt lenullázza, hogy feléleszti a régi hagyományos brit-francia ellentéteket. A franciák el vannak magukba, tehát ugye a De Gaulle tábornok és a szabad Franciaország a kvázi egy polgárháborút kezd, ugye megpróbálják ugye a Vichy rezsim kezéből kicsavarni a francia külbirtokokat. Ugye az olasz területek nem tűnnek jelentősnek, ugye itt a Dodekanészos szigeteken is van azért olasz bázis, valójában azonban itt is van egy negyedmillió katona, meg itt is van negyedmillió katona, itt meg ebben az egész régióban együtt van 70 ezer brit katona, tehát matek szerint nekik veszíteni kéne. Ugye a gyakorlat nagyon más, ugye ez külön előadást igényelve, de nekem az a kedvencem, amikor a nagy brit ellen támadás után O'Connor tábornok elejenti, hogy a támadás jól halad, harmadik nap, hadifoglyok, 1 hektár tiszt, 10 hektár közlegény, tehát hogy nem tudták összeszámolni az olasz foglyokat. Itt a nagyon fontos Málta, ugyanis Málta pont útban van a Csizmától, az olasz partoktól, Líbia felé, ami ugye a fő bázis, a központja lesz a tengerhatalmak hadműveleteinek. Hozzá kell tenni, az olaszok önerőből simán kikapnának 41 elejére. Ha nem dobnak át egy bizonyos Erwin Rommel nevű vezérőrnagyot, akkor még könnyű hadosztályával, amiből később Afrika Korps lett, akkor itt nagyon gyorsan véget értek volna hadműveletek. Nem utolsósorban azért, mert az olasz flotta akkoriban éppen hősiesen itt volt Genovában. De hogy miért ment oda, ugye ez az előadás tulajdonképpen arról fog szólni. Ugye amikor elindulnak az ellentétek, akkor papírforma szerint az olaszoknak nem terem sok babér.
Ugye van a briteknek 4 csatahajójuk, ezek igazából első világháborús típusok, de felújítva. Tehát ez a Queen Elizabeth osztálynak a hajói többé-kevésbé felújítva, nem olyan teljesen elavultak, mint ugye az egyel később, de kisebbre épített ugye a Royal Sovereign osztályú csatahajók. A franciáknak 5 hajójuk van, köztük egész korszerűek is, ugye az új építésű Dunkerque osztályú gyors csatahajók vagy csatacirkálók, az olaszoknak meg van 6. Abból 4 régebbi építésű korszerűsítve, és 2 már majdnem befejezett új hajó. Egyetlen egy hordozó van, az meg egyébként az Eagle, ami egy első világháborús csatahajóból megépített, hát az a lassú cél, ahogy nevezték a hajón szolgálók, tehát nem tudott lépést tartani a cirkálókkal, ergo elmenekülni sem tudott. Ugye cirkálókban nagyjából azonosak voltak a felek, rombolókban, tengeralattjárókban jelentős olasz fölény volt, és ugye ez akkor lett igazán kellemetlen a helyzet, amikor a francia egységek kiestek. Most ehhez azt is tudni kell, hogy az olasz légierőnek kb. 2000 harci repülőgépe volt a hadüzenet pillanatában. Ezek közül legalább 1000 olyan típus volt, ami torpedóvetőként vagy bombázóként képes volt haditengerészeti célok támadására. És a brit király légierőnek, meg a haditengerészetnek együtt körülbelül egy olyan 150 gépe volt a földközi tengeri térségben. Ugye ekkor zajlik az angliai csata, tehát nem meglepő módon ide nem nagyon jut. Nem tudom, megvan az a történet, amikor pont az Eagle-ről raktár takarítás közben kiraknak 3 dobozt Máltán, és ebben a 3 nagy ládában van 3 Gloucester Sea Gladiator, és körülbelül 3 hónapig ez a 3 gép védi egész Máltát, amíg az utolsót is le nem lövik. Tehát azért a briteknek a légi helyzete finoman szólva sem annyira nyerő ebben a térségben. A földközi tenger túloldalán ugye itt zajlik a háború, na most megint ez önmagában egy előadás, ezen a partszakaszon gyakorlatilag 2 éven keresztül fellekergetik egymást a felek, főleg a part mentén, mert ugye minél mélyebbre mennek, annál inkább sivatag és annál inkább futóhomok. És ami a lényeg, hogy ezt a németek meg az olaszok csak innen tudják ellátni. Ugye amíg a németek be nem lépnek a háborúba, a britek rezne és narccal keresztül küldik a konvojokat a földközi tengeren, és döntő többségük át is ér. Viszont onnantól kezdve, hogy a németek is belépnek a buliba, és ugye megérkezik a 10. repülő hadtest, amit kifejezetten hajók elleni támadásokra képeztek ki, onnantól kezdve nagyon meleg a pite. De ugye ami a fontos, hogy a britek ezt igaz óriási kerülővel, de Afrika megkerülésével meg tudják oldani. A németeknek, meg az olaszoknak meg mindenképpen át kell menni a földközi tengeren. Elvileg nagyon rövid az út, csak ott van középen Málta. Ugye a hadműveleti helyzetből, ugye a tengeri hadviselés az mindig a folytó pontokról, szűk keresztmetszetekről szól. Tehát a szűk keresztmetszeteknél lehet zárni a mozgást, ugye a bejáratokat és vagy kijáratokat, azt 2 fognak. A britek ugye itt Gibraltárnál, vagy ugye Jebel al-Tariq, Tariq vezér sziklájánál van egy bazinagy brit flottabázis. Ugye itt a német tengeralattjárók bejönni be tudnak, 47 érkezik meg, mert a földközi tenger sokkal több vizet párologtat, mint amennyi oda belefolyik. Tehát 40 méter alatt van egy 20 km per órás tengeráramlás, az Atlanti-óceán hideg vize tölti vissza az elpárologdatott vízmennyiséget. Kifelé nem jött ki egy se. Tehát ami német tenger alatt járó bement, az mind ott semmisült meg. Ugye a Suezi csatornánál ez egy kicsit nehezebb lett volna, tehát ugye az is a britek kezében volt, és ami nagyon fontos, Törökország eléggé komolyan vette a semlegességét, tehát ugye az úgynevezett török szorosokat, a Boszporuszt és a Dardanellákat lezárta. A brit pozíció volt talán a legfontosabb Málta, viszont ugye Kréta volt meghatározó fontosságú, de az majd 41 májusában ugye egy légideszant hadműveletet követően a németek kezébe kerül, és ugye Ciprus van még brit kézen. A középső részt viszont az olaszok le tudták volna uralni. Tehát nagyon jó repülőbázisaik voltak Szardínián, ugye Olaszország szája meg Franciaország összeomlása után Korzikát, ott is képítenek repülőtereket, Szicília is az ő kezükben van, tehát elvileg az olaszok
2000 repülőgép, abból több mint 1000 otthon van. Ezt a területet légmentesen le tudnák zárni. Na most a brit csatahajók olasz városokat lőnek, a Rissos brit repülőgéphordozók többször légicsapásokat hajtanak végre, tehát az olaszoknak nem volt erősségük a felderítés, maradjunk annyiban. A légi felderítésük is komoly hiányossággal küszködött. Nagyon sokszor olyan gépek mentek felderíteni, 1940, amiket nem volt rádió. Tehát ugyan ők látták az ellenséget, de csak akkor tudták elmondani, hogy mi van, amikor leszálltak. Most nyilván azok a brit hajók, amelyek észlelték az olasz repülőgépet, gyakorlatilag padlógázzal elindultak valamilyen irányba, tehát egy órás adat, egy korszerű, vagy akkoriban korszerű hadihajó esetén azt jelentette, hogy onnan 50 kilométerre bármerre tartózkodott már a hajó, amikor ugye megérkezett az információ. Ugye ez itt a gibraltári kikötő, még békeidőben, ugye a teljes földközi tengeri flottával. A Szikla volt az egyik bázis, ugye innen a H-erő, a Force H járt mindenféle randalírozásokra, ugye ez a Force H-ba az volt, hogy az Atlanti-óceánon is be lehetett vetni, ugye ezért működött közre az Ark Royal a Bismarck elsüllyesztésében, illetve nyugat felől Olaszországot is lehetett vele vegzálni. Középen, hogy ott volt Málta, ugye Máltát a gleccserek elég rendesen megharibdálták, ugye ez a nagy kikötő, a világ egyik legjobb természetes kikötője, ott is nagyon komoly brit tengerészeti erők szoktak volt megfordulni, ugye a brit flotta elhagyja Máltát, majd rájönnek arra, hogy meg tudjuk védeni, amíg meg nem érkeznek a németek. Tehát a 10. repülőhadtest megérkezése után Málta kicsit rizikóssá válik. De ugye Málta azért fontos, mert az ott állomásozó tengeralattjárók és az ott állomásozó bombázók onnan tudják tizedelni azokat a konvojokat, amik hát akkor még csak az olasz haderőnek, ugye Graziani marsall haderejének viszik az ellátmányt, később viszont ugye a Rommel-féle Afrika korpsznak is. Ugye papíron az olasz flotta félelmetes. Tehát az új építésű csatahajóik azok papíron erősebbek, mint a Bismarck. Hangsúlyozom, papíron. Tehát egy nehéz ágyúval több van, ami ráadásul messzebb is lő, hát mondjuk a tűzvezető rendszer pontosságára nem térnék ki. Kiváló cirkálóik vannak, elképesztő sebességgel, nagyon jó rombolóik, amik tényleg kiválók, a torpedóvető gyorsnaszágyaik, és rengeteg gépük van, amelyek alig érnek el sikert. Tehát kiválónak tűnnek az olasz torpedóvető gépek, ugye ez a Savoia Marchetti SM-79-es, ami a leggyakoribb típus volt. A probléma az volt, hogy a torpedóik néha működtek, néha nem, ez szinte minden flottával előfordult, hogy az amerikai tengeralattjáró torpedók is háború elején a németeknek ugye a norvégiai harcokban körülbelül 6-szor el kellett volna süllyeszteni a Warspite-ot, ha működtek volna a mágneses detonátorok, de nem. Tehát ez mindenkivel megesett. Az olaszok ráadásul azt se tudták, hogy a britek megtörték az olasz haditengerészetnek a kódjait. Tehát a britek nagyjából azt is tudták, hogy az olaszok éppen merre járnak és mit terveznek csinálni. És úgy így jutunk el a tarantolani támadás, ami borzasztó bonyolult volt. Tehát a teljes földközi tengeri flotta, az alexandriai csoportosítás, a gibraltári csoportosítás részt vett benne, hogy az egész arról szólt, hogy már a háború előtt a britek azért azt is lemodelezték, hogy mi van akkor, ha egyedül maradnak az olaszokkal, meg közben a németekkel is. Ugye az, hogy közben a japánokkal is, az nem volt tervekben, de az háború ugye azt is meghozza. És ugye először Dudley Pound tengernagy, aki később az admiralitás első lordja lesz, volt a háború előtt a földközi tengeri flottának a parancsnoka, és akkor ő azt mondta a törzsének, hogy ki kell vonulni, el kell engedni a földközi tengert. Akkori egyik kapitánya, később altengernagyként ment egy Lister nevű sorhajó kapitány, aki az Ark Royal egyik első parancsnoka, mondta, hogy vagy éjszaka kicsit megcsapkodjuk Tarantót. És akkor Pan mondta, hogy tudnak a mi pilotánk éjszaka repülni? Lister mondta, még nem. És ugye elkezdenek a britek, 38-tól kezdve a brit flotta arra készül, hogy bármi van, és ott maradnak az olaszokkal,
megtámadják Tarantót. Ugye elindul a háború, a probléma csak az, hogy legalább kettő, de inkább három repülőgép hordozót szerettek volna. Igen ám, de ugye a norvég harcokban a Glorious süllyed el, a még előtte ugye tengeralattjáró járőrzés közben a Courageous torpedózza meg egy német tengeralattjáró, műszaki hibák vannak, nem mindig van egy. Az Eagle-el meg úgy vannak, hogy elfutni nem tud. Tehát egy olyan hajót egy meglepő támadásra küldeni, ami túl lassú ahhoz, hogy elmeneküljön, nem egészséges. Úgyhogy nagy nehezen ugye kapnak egy új hordozót, az Illustrious-t, az 31 csomóval tud menni, az olyan 56 km/h, az már jó. A terv az, hogy a két hajó együtt megy, de az Eagle szennyezett üzemanyagot vesz fel, tengervíz keveredik az üzemanyagba, emiatt az elképesztő nagyjából 30 km/h sebessége 20-ra csökken. Tehát az már minden csak nem jó. Ugye a terv körül úgy néz ki, hogy innen jön egy konvoj, azt ugye a Force H biztosítja. Innen megy egy konvoj, azt az Alexandria kötelék biztosítja, közben egy konvoj elválik Görögország felé, mert ugye a görögök meg az olaszok éppen háborúban állnak. Innen megy egy konvoj vissza az üres hajókkal Alexandriába, és ebbe az egész műveletbe a britek 6 csatahajóval, 2 repülőgép hordozóval, 10 cirkáló és 30 rombolóval vesznek részt. Most az olaszok azok így kapkodják a fejüket, és az a hiú meggyőződés alakul ki bennük, ja, és közben Máltáról még kitör a Force X, ez egy gyors cirkálókból, rombolókból álló csoportosítás, hogy ez csak egy sima konvoj művelet. A probléma az, hogy a brit főerőktől egyszer csak leválik az Illustrious és a slepje. Ugye Kefalónia térségéből nagyjából egy 300 kilométerről emelik a gépeket, egész éjszaka mennek közelebb a brit hajók, hogy ugye a gépek le tudjanak szállni. A távolság annyira nagy egyébként, hogy a Swordfishok 3 fő legénységéből egyet lehagynak, tehát azzal spórolnak egy a 75-80 kilót, oda üzemanyag megy. Ebből van is baj, mert egyébként a horribilis mennyiségű 21 elindított gépből kettőnek vissza kell fordulnia pont azért, mert az a hátsó géppuskás helyére beszerelt üzemanyag tartály nem működik megfelelően. Ugye az olasz flotta ott áll Horgonyon, bent a kikötőben, ugye a britek pedig vihar tempóban közelednek. Hát ugye látszik, hogy papírforma szerint nyilván ennek a köteléknek nem lenne esélye egy rendes csatát nyerni, de a britek rendetlen csatában gondolkodnak. Ugye a tervnek a lényeg az, hogy egy éjszakai váratlan meglepő támadással Horgonyon elsüllyesztik az olasz flottát. Ugye a hajón összesen 39 repülőgép van, nem mind bevethető, és ugye a fulmár vadászgépek azok arra vannak, hogy a köteléket védjék. Tehát az összes, nemhogy a Illustrious összes Swordfishát bevetik, mert az Eagle-nek mind az 5 használható gépét átrakják. Tehát az a földközi tenger keleti medencében az összes brit torpedóvetőgép, tehát mind a 21 részt vesz ebben a támadásban. Ugye itt látható az Illustrious, ő a főszereplő. Itt tényleg az volt a döntő, hogy tudta tartani a sebességet a leggyorsabb cirkálókkal, rombolókkal, tehát ilyen üss és fuss típusú támadásra ezek a hajók nagyon alkalmasak voltak. A másik dolog pedig a páncélozott hangárfedélzet volt. Tehát ezek a hajók bírták a találatokat. De szemben az amerikaiakkal, amik égtek, mint a zsír. Tehát a második világháború után az amerikai hajók a fedélzetét faborítás volt, az nem csúszott. A briteken páncélem ez az csúszott, de jobban bírta a bombatalálatokat. Nagy vita, hogy melyik volt a megfelelő, viszont a háború után az összes új amerikai repülőgép hordozó már páncélfedélzettel épült, úgyhogy én szerintem ez úgy nagyjából eldönti a vitát. Itt a régi Eagle, hogy ennek még más a kialakítása, és a csoda fegyver. Most a Swordfish az egy borzasztó elavult gép volt, az egyszem korszerű dolog az a 457 milis, tehát 18 hüvelykes torpedó volt, aminek mindössze 180 kilós volt a robbanófeje. Na most a Bismarcknak az övpáncéljáról ezek úgy peregtek le, mint a borsó. Na de itt olasz hajókat
kellett elsüllyeszteni, és mint kiderült az olasz hajók ellen, ez már többé-kevésbé elég volt. A legénységgel a felszállás előtt közölték, hát ugye brit humor, hogy 50%-os halálozással számol a parancsnokság. A 21 gépből ugye 2 visszafordult, a maradék 19-ből az olaszok 2 tudtak lelőni, abból az egyik legénysége fogságba esett, és egyébként úgy, hogy a kikötőt 110 légvédelmi löveg, 193 nehézgép puska őrizte. Volt több mint 80 légtérzálló balon, de itt a briteknek disznómázliuk volt, mert november 6-án a támadás előtt 5 nappal volt egy heves vihar, és az 60 balont leszakított. Tehát az elvitte a balonzár nagy részét. Hát ennek ellenére nem kis bátorság kellett tudni, a parti légvédelem körülbelül 13 ezer lőszert lőtt el, a hajók még vagy 7 ezeret. És ezzel az irgalmatlan lőszer felhasználásán sikerült 2 gépet megrongálni, hogy mind a kettőt le tudta tenni. A legénység csak az egyik esetében túl meredek ívben csapódtak be. Érdekes volt maga a támadási terv is, mert ugye a torpedóvető bombázóknak a fele az világító bombákat és könnyebb légibombákat hordozott. Az első hullám előtt menő gépek azok így megkerülték a kikötőt, és ilyen világító bombákat dobáltak le menet közben. Ugye a második hullám, meg az első hullám, bocsánat, végezte a fő támadást. Például a Triestét meg a Bolzánót, tehát 2 cirkálót eltaláltak, de ezek a 112 kilós páncéltörő bombák befulladtak. Viszont mind a két hullám sikeresen ér el találatokat, különösen a vadonatúj Littorio csatahajóján rosszul, meg 3 torpedó is eltalálja. Ugye a bevetés megjárt pilóták közül többen is lefestették az élményüket, tehát itt azért lehet látni, hogy az olasz légvédelem igyekezett, csak a pontossággal adódtak problémák. És hát ugye a másnap az döbbenetes volt. Ugye a Cesarénál addig vártak, mert a kapitány mondta, hogy partra kéne futni, partra kéne futni. Nem süllyedsz el, de elsüllyedek, partra kéne futni. Biztos nem süllyedsz el, elsüllyedt. Ugye a partra futtatja a hajót, akkor például a gépészeti berendezések nagy részét meg lehetett volna menteni. Ugye a másik két hajó kapitánya ennél okosabb volt, nem kértek engedélyt. Tehát ők nem alkudoztak a kikötő parancsnoksággal, látták, baj van, hogy ők voltak a rossz katonák, a fegyelmezett, ők rögtön partra futtatták a hajójukat. Tehát lehet látni, ez a hajó egyébként olyan súlyosan megrongálódott, plusz a régi hajók javítása nem is volt akkor a prioritás, hogy ezt még a német megszállásig sem sikerül kijavítani. Tehát ez a hajó kiesett a későbbi hadműveletekből. Ugye az új Littóriót 3 torpedó is eltalálta, amik ahhoz képest egyébként, hogy ezek milyen kis torpedók voltak. Ugye a szabványos 533-as, tehát 21 hüvelykes torpedóknak a robbanótöltete 500 kilós volt. Ezek csak 180 kilós robbanótöltettel rendelkeztek. A japán hosszú láncsa, a 650 mm-es torpedóknak meg 750-től 1 tonnásig volt a robbanófeje. Nem véletlen, hogy ezzel és 50 kilométerig elment. Ez volt a japánok csodafegyvere a II. Világháború. Én ugye a Littóriót 4 hónap alatt helyre pofozzák, de hát azért a brit légi felderítés jól látja, hogy hát ugye a hajónak az óra vízben van, meg ugye az olasz sajtóban is megjelennek képek. Tehát, hogy ezzel sem kell egy ideig számolni, és felvetődik zárásként egy kérdés, hogy hogy a fenébe süllyedhettek el, ugyanis az olaszoknak volt egy szuper rendszerük, ez az úgynevezett Pugliese rendszer volt. Itt láthatók azok a cilinderek, ugye egy külső folyadék, belsőre startál, elvileg ennek minden robbanást el kellett volna nyelnie. Tehát az elv az volt, hogy robbanás, felvesz, összenyomjuk a hengert, még egy kis ellennyomás elmegy. Most eleve ez a Pugliese rendszer csak a hajó középső részét védte. Most a Littóriónál pont lehetett látni, hogy az orrán volt 2 talált, meg a tatjánál. Tehát, hogy ott semmi nem védte a hajót, minimális páncélzat. Plusz, ugye a brit torpedók mágneses gyújtósok voltak, tehát ők úgy robbantak, hogy a hajó fenék alatt. Tehát gyakorlatilag alulról robbantak, ami esetenként azzal járt, hogy az innen induló ellennyomás összeroppantotta mind a két cilindert,
És ezek megteltek vízzel, tehát gyakorlatilag a belső részek nem feltétlenül sérültek, de ugye ez mind a két oldalt megtelt vízzel. Tehát kiderült, hogy elméletileg ez a rendszer zseniálisan működött, a gyakorlatban jobb lett volna, be se szerelik. Tehát ugye nem először történt meg az, hogy egy zseniálisnak gondolt rendszer nem működött, de most ezzel a britek gyakorlatilag kihívták maguk ellen a sorsot. Tehát ekkor döntik el a németek Taranta után, mivel az olasz flotta megmaradt egysége, azonnal Nápolyba meg Velencébe mennek. Ugye onnan, ott a britek nagyon nehezen férnek hozzájuk, de a britek célja az volt, hogy a földközi tenger középső részét biztosítsák, és Nápolyból meg Velencéből kicsit nehezen érjük el az olasz partokat. És a németek ekkor döntik el, hogy ad egy tengeralattjárókat küldünk, ad egy kettő ön a német légierő, amit meg a brit felderítés nem vesz észre, úgyhogy amikor az Illustrious épp Máltába tart, akkor sajnos telébe kapja 50 német stuka. Az Illustrious eddig hozzá volt szokva ahhoz, hogy jönnek az olasz bombázók, és akkor mindenhova ledobálják a bombáikat, a legközelebbi 50-100 méterre csapódik be. Na most a német stukák azok kicsit más kaliberű eszközök voltak, 8 bomba találatot kap a hajó. Összehasonlításképpen ugye a Midway című filmet nem tudom ki látott, volt olyan japán repülőgéphordozó, ami egy vagy kettő bomba talált után menthetetlen volt. Az Illustrious önerőből visszamegy Máltára, mert a második páncélfedélzet ugye volt itt egy kisebb meg a fő. A fő páncélfedélzet fölött a hajó teljesen kiégett, de a gépészeti rendszerei működtek, és ki lehetett javítani. És még egy következmény lett a dolognak. Még aznap a japán tengerészeti attasé azonnal elrepül Berlinből Tarantóba. Kijárja, mindent lefényképez, mindent lejegyzett el, majd hosszas beszélgetést folytat több tengerészeti parancsnokkal, köztük azzal a Mitsuo Fuchida korvett kapitánnyal, akik a Pearl Harbor-i támadást megtervezés levezényli. Tehát a tarantói tapasztalatokat a japánok nagy mértékben hasznosították 41. december 7-én, amikor megtámadták a japán haditengerészetet Pearl Harborban. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet!